Tehát akkor itt tartunk. Hát bocsi, ez a Linux ez mindig ilyen nagyon furcsa. Bocsi, vannak ilyen megszakadásai a Linuxnak, ami ilyen random módon egyszer csak ledobja. Igen, lehet a hidratáció volt, Manvio, hogy tehát így egyszerűen disconnect-el. És akkor ki kell kapcsolni itt a wired connected-nél, meg mit tudom én, azt visszajön. Baromi bosszantó egyébként, úgyhogy én emiatt, meg más egyéb miatt is eldöntöttem azt, hogy a következő gép, amire beruházok, az egy vagy egy iMac, vagy egy Mac Pro lesz, és arról fog menni egyrészt a programozás is, meg a stream is. Jó? Mert a Windows, azt tudjuk, hogy Windows, most már az Ubuntu is szivat, úgyhogy a következő az egy iMac, vagy egy Mac Pro lesz. Na! Hidratáljak, jó, hidratálok, és akkor megnézzük ezt a tisztelet függvényt. Tényleg haladjunk, mert nagyon késésbe vagyunk. Oké, és na, rendben van. Jó, tehát visszatérve itt a tisztelet függvényre, hogy akkor ugye ezt kell nekünk most csinálni. Ugye miért jó ez nekünk? Mert ez ugye igazzal tér vissza, hogyha benne van, és hamissal, hogyha nem. Jó? Mert ha nincs benne, akkor egy nullal fog visszatérni. Jó? És akkor erre, ezt nézzük meg négy különböző szóra. Jó? És úgy négy különböző szóra, hogy éseljük össze, tehát várjuk el azt, hogy mind a négy szó benne legyen. Jó? És akkor ez legyen mondjuk a nem, legyen a hogy. Ugye hát ezek a klasszik, gyakori, viszonylag gyakori magyar szavak. Legyen az, meg legyen a mit írtam én ki magamnak? Legyen a ha. Jó? Mert úgy lesz jó. Okés. Na most, ami még egy ilyen dolog lehet, és azt viszonylag gyorsan megírjuk, hogy ami még ilyen vizsgálható dolog lesz, az az átlagos szóhoz. Tehát az, hogy az a szöveg, amit vizsgálunk, annak az átlagos szóhossza beleesik egy intervallumba. Jó? Hát ez nyelvekre eltér, a magyarnak mondjuk, mit tudom én, 6, vagy 8, az angolnak 10, a németnek 50, vagy legalábbis, vagy valami ilyesmi, de mondom, megpróbáljuk ezt. Jó? És akkor nézzük ezt az átlagos szóhozt. Hogy is nézzük ezt a sima szóhoz. Nem kell túl bonyolítani. És akkor erre is írjunk egy külön függvényt. Átlagos szóhoz. Jó. És ennek is itt átadjuk a titkos tömböt. Hát azt a pointert. Ugye meg nyilván a méretet, amit vizsgálunk. Jó. És ezt a return statementet még egészítsük ki annyival, hogy ez a szóhoz, ez beleesik egy intervallumba. Mondjuk, hát amit itt nézek, csak rápillantok a példára, legyen 9, és 6 között. És ezt még ráéseljük erre. Jó? Hát talán ez így okés is. Hát, Stoki, így van, ebben igazad van, viszont majd látni fogod, hogy így is baromi sok eredményt vissza fog adni. Meg, tudod, akkor van visszafejtve egy szöveg, ha mindegyik benne van. Tudom, hogy lehet olyan szöveg, hogy mondjuk ez nincs benne, és akkor nem fog semmilyen eredményt adni. Ezt most egy kicsit meghekkeljük azzal, hogy tudjuk, mi a tiszta szöveg. Jó? És direkt olyan szavakat választok ki, amik benne vannak. Jó. Ez tényleg csak azért, hogy lássuk, hogy futás közben ez működni fog. Tehát lássuk futás közben, hogy működik. Jó, és akkor még annyi dolgunk van itt, hogy akkor írjuk meg ezt az átlagos szóhoz is. Tehát ezt a függvényt. Ugye ennek megint a titkos tömböt kell átadni, meg ugye a titkos méretet, úgyhogy copy-paste az működik. És akkor itt nyilván csak egy ilyen nagyon egyszerű kis átlagszámlálót fogunk csinálni. Hát, hogy csináljuk? Ugye menjünk végig nyilván a titkos tömbön.
ugye a méretéig szépen egyesével, és akkor ott ugye tényleg csak annyit csináljuk, hogy hát számoljuk a szóközöket. Tehát, hogyha a titkos íj az egy ilyen szóköz, mármint, hogy igen, csak sikerül kiírni. Oké, és akkor léptessük ezt a számlálót. Így van, és a végén csak simán visszatérünk. A méret meg a... ennek a számnak a különbségével. Jó, és akkor ez ugye visszaadja nekünk a számot. Hát, C-be vagyunk. Menjünk biztosra. Nem szoktam szeretni C-be ezeket a hekkeléseket, de... de oké is. Jó, és akkor ez visszaadja nekünk az átlagos szóhozt. Így van. Legalábbis reményeink szerint még jó is lesz. Na és akkor elvileg megvan nekünk a visszafejtés, és akkor itt tulajdonképpen ugye térünk vissza, itt kell majd ugye az XOR törést végrehajtanunk, és ugye az XOR törés függvény adjon vissza valami igaz-hamis értéket. Hát, itt most pont a tiszta lehetnek az eredménye fog kelleni, hogyha visszaadjuk ezeket, tehát ez ugye igaz lesz, hogyha oké, és hamis, hogyha nem oké is, és akkor ezt adjuk vissza. Így van. Jó, tehát ennek a tiszta lehetnek az eredményét adjuk vissza, és akkor ezzel kell itt nekünk valamit kezdenünk. Hát, mit kezdjünk? Ugye, hogyha ez az XOR törés igazzal tér vissza, akkor csináljuk meg a harmadik lépést, és írjuk ki. Jó, ugye mondtam, hogy fejtsük vissza, vagy hát végezzük el az XOR műveletet, nézzük meg, hogy tiszta a szöveg, és ha igen, akkor írjuk ki. Hát ezt kell csinálnunk. Tehát, hogyha ez az XOR törés, ez ugye igazzal tér vissza, de mi is kell az XOR törés függvénynek? Ugye kell a kulcs, meg annak mérete, illetve a titkos és annak mérete. Tehát akkor adjuk át a kulcsot, ugye amit itt szépen kigenerálunk ebbe a sok-sok for ciklusba. Adjuk át a kulcsnak a méretét. Ezeket még nem definiáltuk, ugye? Nem. Jó, ne felejtsük el definiálni ezeket. Jó, adjuk át a titkost, meg ugye adjuk át a titkost, de azt ugye így a ezzel a fantasztikus hekkeléssel. Tehát ugye a méretét. Így van, csak hogy ugye itt az offset ne csúszson el. Ez az, amire most nem fogok kitérni, hogyha elnézéseteket kérem. Otthon majd nézzetek rá, hogy ez milyen lehet. Még rajzolgathattuk is, az a baj, hogy én most nem tudok, meg időm sem nagyon van. Mármint, hogy a óra végéig. Jó? Tehát P-titkos méretet fogunk átadni. Jó? És akkor mit csinálunk, hogyha ez igaz? Hát, szépen kiírjuk. Ezt most printf fel, mert itt majd formázgatni is fogunk. Tehát egyrészt a kulcsot mindenképp írjuk már ki, hogy mi az a kulcs, ami itt nekünk van, és akkor ezt szépen karakterenként fogjuk ezzel a százalék C-s formázással, de mennyit kell ugye 4, tehát 8 elemű a kulcsunk, és ezután pedig írjuk ki új sorba a tiszta szöveget, vagy legalábbis ami szerintünk a tiszta szöveg lesz, és ezt pedig már egy stringbe fogjuk beletenni. Jó, tehát egy ilyen string formázás lesz. Jó, és akkor paraméterül pedig egyrészt kellenek ugye ezek a ugye maguk a karakterek. Jó. Hát így van. I, K, I, L, I, M, I, N, I, O, I és a P, I.
Reméljük, nem hagytam ki semmit. Ugye ezeket fogja beformázni nekünk ezekre a karakterekre. És utána kell nekünk ugye stringbe, ugye maga a titkos. Legalábbis reméljük, jól dolgoztunk. Jó. Na most, ami itt még fontos, és ne felejtsük el, hogy ugye itt a XOR törésnek ugye átadtuk a titkos tömböt, ugye, tehát azt a pointert, ahol a memóriában van ugye a titkos szövegünk, és ezt itt lokálisan XOR-oltuk, tehát nem csináltunk másolatot. Tehát nem jött létre egy segédtömb, tehát nem másolgattunk, hanem itt ugye pointert adunk át. Tehát ezután a lépés után itt, ez ugye a visszafejtett szöveg. Na most, hogyha mivel nincs segédtömbünk, ezért ezt megint xorolnunk kell. Egészen egyszerűen azért, mert utána a ciklus következő lépésébe, tehát ne a tiszta szöveget próbáljuk visszafejteni. Értjük ezt így? Jó, tehát itt most a visszafejtett szöveg van, tehát ezt nekünk xorolnunk kell még egyszer. Hogy visszarakjuk a titkosított szövegre. Ugye ez az, amit egy segédtömbbe kellene kiváltani, és úgy is lenne az igazi, de hát itt most így csináljuk. Mindig kérdés, hogy mi a gyorsabb, a másolás, vagy az x-szorolás. Hát itt most ezt végrehajtjuk újra. Jó, és megint erre a p-titkos méretre. Jó. Na, és akkor ugye elvileg ez itt szépen funti fog nekünk körbe-körbe, legalábbis reméljük, és minden egyes lépésben megnézzük, hogy ez a visszafejtette, és hogyha ez a tiszta szöveg, akkor kiírja nekünk. Na, ami még biztosan hiányzik, azok egyrészt a definíciók, tehát ugye ezek, ezből van a kulcsméret, max titkos, olvasás buffer, ugye? Ez a három van. Jó. Tehát egyrészt van akkor ugye a max titkos, hát ezt állítsuk jó nagyra. Mindegy egyébként. Ugye legyen még egy, ez pedig a olvasás buffer. Hát ez legyen valamekkora, meg nyilván legyen a kulcsméret, az most azért lesz 8, mert 8-ra titkosítjuk. Tehát 8 elemű lesz a kulcsunk, amivel titkosítunk. Jó, és akkor még kell pár include, ami megint elmaradt. Ugye egyrészt kell nekünk emiatt a string, akkor emiatt kell a UniSTD, azt hiszem, emiatt meg az STDIO. De mindegy, betesszük, aztán kiderül. Na, és akkor elvileg ezzel úgy nagyjából meg is lennénk, de hát, ugye, fordítsuk és futtassuk. Hát reméljük nem nagyon fog szólni. De. Na. Oké, és jó. Első hiba. Az fönt van az átlagos szóhoz függvénybe. Ennyi ilyen hibát véteni. Oké, és a másik pedig itt a 45-ös sorba. Aha. Titkos. Titkos. Jó, titkos méret. A titkos az más egy kicsit. Jó, akkor fordítsuk újra. És akkor van egy warningunk. Aha. Ez gyanús nekem, hogy annak ott nem kéne, de... Hát végül is csak warning. De jó, ez így.
Hát jónak kéne lenni, elvileg. De meglátjuk, meglátjuk. És így... Miért? Jó, szerintem jó lesz, szerintem jó lesz. De meglátjuk. Meglátjuk. Jó, ez meg... Nem azt inkludoltam be. Kész STR, megnézzük, hogy ez hol van. String.h-ban van pedig, de akkor lehet, hogy ide kell ez a GNU source-os define. Ezt most csak így rápróbálok, hogy hát ha. Szerintem ez fog neki kelleni. Ja. De ez itt idegesít engem, hogy miért... Titkos i az... Jaj, ezek a warningok. De hogyha nem használom a volt, akkor jó lesz. Nem akkor is. Ne egye meg. Na mindegy, próbáljuk ki. Elvég jónak kéne lennie. Ja nem, persze, hogy nem. Mert így. Így lesz jó. Igen. Oké, és persze, mert hogy karakter literál. Jó. Na rendben vagyunk. És akkor elvileg már csak annyi dolgunk van, hogy futtassuk, de titkosítsuk már le újra a szövegünket. És most... Igen. Jó, tehát egy 8 helmű tömbre. Nem a titkos, hanem a tiszta szöveget. Kapjuk el a kimenetet a titkosba. Oké, és nézzük meg a titkosított szövegünket. Patent. Fejtsük vissza, csak hogy működik-e. Jó, a sima visszafejtés megy, és akkor pörgessük a visszafejtést. Ami csak annyi, hogy ugye beadjuk a titkos szöveget a bemenetére. Na, lássuk. Reméljük, hogy jól dolgoztunk, és ki fogja nekünk írni. Jó, addig, amíg ez fut, nyugodtan dobjunk be kérdéseket, hogyha valami nem világos. Jó, itt írja ki nekünk a lehetséges visszafejtett szövegeket. Ugye ez az, amit mondtam, hogy ha benne van az a szó, most itt kicsit visszatekerek, hogy ne nagyon szaladjon el. Tehát látjuk, itt benne van a nem, benne van az. Hol van még? Hát mi volt? Talán a hogy volt, meg azt hiszem a ha. Jó. Tehát látjuk, hogy ez az eredmény. Tehát, hogyha benne van a szó, akkor az ki fogja írni, és ez ész nélkül. Na most, itt van nekünk, ugye ezt a kulcsot adtuk, tehát mi tudjuk, hogy mi a kulcs, ezt a kulcsot adtuk, és itt is van a visszafejtett szöveg. Hát tulajdonképpen ezzel készen is vagyunk. Jó. Nagyjából ennyi lenne, amit ennek a programnak így tudnia kell, és nagyon fontos, hogy ez ettől függetlenül ész nélkül megy tovább. Jó, tehát ebben ilyen intelligencia nincsen, hogy megáll, hogyha megvan. Jó. Ez szépen végig fog menni a kulcstér összes elemén. Itt, hogy a ciklus is mutatja nekünk, tehát nincs megállás. Jó. Tehát itt betehetnénk egy olyat, hogy if, tehát hogyha tiszta szöveg van, akkor nyomunk egy break-et. Jó. És akkor megáll a... Hát, megállna a dolog. De az nem jó, ugye, mert látjuk, hogy a legelső eredmény, amit kiint már az... Tehát ez még nem jó. Jó, tehát ez még nem a tiszta szöveg, és még ez még nem az a kulcs, amit mi adtunk. Mondom, ez szépen végigmegy kulcstér minden elemén. Jó, tehát ennek alapvetően így, hát valahogy egyébként így kell működnie. Ezt is várjuk úgy nagyjából. Nyilván az, hogy most ilyen intelligenciát tegyünk bele, hogy meg is áll, hát lehetne egyébként, de ágyúan előjünk lepkére. Most ez így nekünk tökéletes. Mondom, tehát minden egyes elemen végigmegy. Jó, na. Mam, jó, mit kell csinosítani? Vagy ez így akkor ez így nem okés?
Jó. Na, egy dolgot nézzünk még meg, és akkor ezzel le is zárjuk a mai órát. Szoktam így feladatként kiadni, hogy titkosítsunk egy másik szöveget. Most akkor ezt tegyük is meg. Viszont annyiban módosítsuk, hogy az öt karakterből álló, tehát öt betű legyen a kulcs. Jó. Szevasz, Sheriff. Tehát öt betű legyen a kulcs. Így van, tehát ugye tiszta szöveg, titkos szöveg, jó, tehát öt betű legyen a kulcs. Még próbáljuk ki, hogy visszafejti-e. Okés. Jó, és módosítsuk úgy a forrásunkat, tehát a visszafejtő progit, hogy ezekre működjön. Csak ugye nyilván mi itt a feladat? Ugye egyrészt ezt kell átalakítanunk. Jó. Ugye nyilván itt a kiírás kell majd egy kicsit hackkelni. Hát ezek rendben lesznek szerintem. Meg ugye itt kell a kulcsméretet majd átalakítani. Jó? Tehát mi a feladat? Hogy az öt karakter, öt betűből álló kulcsok terét nézzük most. És akkor itt ugye rögtön nem 8 for ciklus kell, hanem csak 5. Ugye a kulcs az nem 8 elmű lesz, hanem csak 5. Jó. Itt is ugye, ami ciklus változó kiesett, azt kiszedjük, tehát itt is ez itt marad 5, ugye ez 1, 2, 3, 4, 5. Jó. Ezeket a karaktereket is kiszedjük. Ugye, ja, még megy, 1, 2, 3, 4, 5. Jó. Átállítjuk itt fönt a méretet 5-re. És nem 0-tól 9-ig megyünk, hanem A-tól Z-ig. Jó. Miért tehetjük ezt meg? Pontosan azért, amit az elején mondtam. Ugye az ASCII kódtáblára, hogyha visszagondoltok, hiszen ezek is ugyanúgy számok lesznek. Jó, látjuk, hogy ezért is adjuk ugye integernek értékül. Ez még lehetne karakter is, de most ne rugózzunk ilyen apróságokon. Jó, és ezeket adjuk értékül gyernek, és ugye az A-nak mi a... Mi is volt, emlékszünk rá, hogy mi volt az A? Az A az ugye 48. 48, az nem a nagy. Ja nem, 90, 97 a kis A, azt hiszem. Ha jól emlékszem, gyorsan rápillantok. Ha megtalálnám. Így van, a kise a 97. Jó? Tehát itt, amikor azt mondjuk, hogy A-tól Z-ig menjen a ciklus, akkor 97-től megyünk 122-ig. Jó? Tehát, köszi, Manvio. Tehát mondom, ide beírhatnánk simán azt is, hogy akár, hogy 97-től megyünk 122-ig. Nagy, tehát kvázi ugyanazt jelenti, csak nyilván így akkor egyértelműbb a dolog. Jó? Tehát akkor megint, tehát megyünk akkor A-tól Z-ig, ugye 5 elemű a tömbünk, ötelmű a kulcs, oké, és zárójel nem maradjon le. Itt is átírtuk, és reményeink szerint akkor rendben is van. Na, és akkor futtassuk, mert az a biztos, hát ugyanúgy futtatjuk, mint az előbb, és nézzük, hogy működik-e. Reméljük legalábbis, hogy jól dolgoztunk. Ez egy kicsit tovább is eltarthat, ugye? Bár itt most lehetne számolgatni, hogy akkor mekkora a kulcstér pontosan. Ugye, hogy 0-tól megyünk 9-ig, az ugye 10 elem. Ezt megcsináljuk 8-szor.
tehát már a 8 elemre, vagy ugye 97-től megyünk 122-ig, 5 elemre. Na ez is egy drop példa lehet. De erre nem adok dropot, mert ez matek. Jó. Hát, amíg ez itt szépen fut, addig talán egy pár adminisztratív dologról eshet szó. Legalábbis remélem, hogy jól dolgoztunk. Rápillantok a forrásra. Hát reméljük, hogy nem csináltuk el. De majd kiderül, hogyha nagyon nem írja ki, akkor majd ránézünk, hogy van esetleg valami gond. Jó? Na szóval, akkor kérdéseket nyugodtan dobjatok, és akkor én ezekre válaszolok, ha van ilyen adminisztratív kérdés. Talán Master of Quick Chatnek volt, de már nem is látom, hogy hol, mert ráfrissítettem a chatre. Neki volt egy ilyen adminisztratívabb kérdése, majd dob be, hogyha esetleg még itt vagy. Jó, Mentó kérdezi, a proctoring hogy lesz megoldva. DC-n vagy ahol küldöd a védést, tehát védési videót, ahol küldöd, ott írom válaszba, hogy hogy elfogadom, vagy hogy legyen a proctoring. Jó? Hogyha elfogadtam a védést, akkor el van fogadva a védés, és akkor az proctoringként is rendben van. Jó? Ez így oké, és ez a válasz, Mentol? Ha jól emlékszem, te küldted már mindkét védésedet, de gyorsan rápillantok. Igen. Te már küldted a második védést is. Jó. Hát neked írtam, hogy elfogadva, el van fogadva. Jó. Mondom, akinek írok, hogy beszéljünk Discordon, azzal beszélünk Discordon. A többieknek el van fogadva így a védés, proctoring, minden. Jó. Tehát hogy Norbinál meg nem, ott van egy Facebook poszt erről. Elvileg az úgy néz ki a dolog, hogy proctoringot csak egyszer kell csinálni. Legalábbis emlékeim szerint ebbe állapodtunk meg. Majd visszakeresem ezt a Facebook posztot, és akkor ott írom is, de én úgy emlékszem, hogy ebbe maradtunk Norbival, hogy vagy nála csináljátok meg a proctoringot, vagy nálam. De nyilván nálam csak azt csinálja, aki nálam van laboron. Mert aki Norbinál van laboron, az nálam ne csináljon proctoringot. Jó, tehát nyilván nekünk csak arról kell meggyőződni, hogy amit a könyvbe írtatok, az a ti munkátok. Nyilván ebbe segít a védés, nekem legalábbis nagyon sokat, mert hogyha a védés magabiztos, és látom, hogy tényleg az saját munka, akkor ott az biztos, hogy az rendben van. Jó? Ez így világos akkor, ahogy mondom, Mentol. Jó. Na, Master of Quick Chat, ma kettőkön lesznek leszedve, majd értékelve folyamatosan. Figyelj csak, most én óra mindjárt befejezzük az órát, remélem addig kiír valamit ez a progi. Én ezután elmegyek fodrászhoz, és ha ott végzek, akkor elkezdem a könyveket olvasni. Reményeim szerint szombat délig végzek velük, és akkor szombat délután, hát olyan egy óra körül bekapcsolom a streamet, és ott meg tudjuk beszélni. Na most a jegyeket, amiket szeretnétek, akár előadás, akár labor, azt írjátok be mindenképp ma kettőig a drive-os könyvelésbe. Jó? Ha nem írtok be semmit, akkor sincs semmi gond igazából, mert valamit akkor én be fogok írni. De írjátok be azt, hogy milyen jegyet szeretnétek, nyilván reálisan, tehát az, hogy most mindenki beír egy ötöst, jó? Tehát reálisan milyen jegyet szeretnétek,
Jó? És akkor én azzal a szemmel fogom nézni. Jó? Nyilván tehát azt is vegyétek figyelembe, hogy hány feladatot passzoltatok, meg vannak-e a szükséges pontok. Jó, tehát laborötös ne írjatok, hogyha nincs meg a 100 XP, meg ilyesmi, jó? Tehát ezekre figyeljetek ti is oda. Én is oda fogok, de ti is figyeljetek oda. Jó? És mondom, tényleg ez lesz, hogy én délután elkezdem olyan, mit tudom én, 2 körül, és szépen folyamatában nézegetem. Jó, és írom be végig a drive-ba. Hát egy délután biztos nem érek a végére. Remélem szombat délig azért a végére érek, és akkor szombat délután pedig én bekapcsolom itt a streamet, hát szerintem warzone-ozni fogok, vagy ha valaki csatlakozik, akkor valamivel majd játszunk, és közben tudunk beszélni akkor a jegyekről, lehet jönni alkudozni, vagy jobb jegyet kérni, vagy feladatot kérni a jobb jegyért, vagy ilyesmi. Jó? Hát mondom, erre gondoljunk. Jó? Stoki, a 100 XP csak az eladás jegyet növeli egyel, vagy a labort is. Hát szerintem a 100 XP a labornál úgy van, hogy legalábbis emlékeim szerint, hogy csak az kaphat a laborra ötöst, akinek van 100 XP-je. De majd a silabuszt megnézem, hogy pontosan hogy van. AK laboronként fogom csinálni, igen. De mondom, hogyha szombaton délben ránéztek, akkor reményeim szerint addigra mindenki már fönt lesz. Jó, de ha hamarabb végzek, fogok szólni mindenképp. Milka, hát nyilván ezért vagyunk itt. Nyilván, hogyha mondjuk te ötös szeretnél, én meg kettest írok, tehát ott, ha nagy a diffi, akkor azért nem. De valamennyit lehet korrigálni, ezért is mondom, hogy szombaton elérhető leszek, itt leszek Twitch-en, és erről tudunk beszélni. Jó, tehát lehet javítani rajta, de azért ne ilyen 3-4 jegyeket meg. Ha valaki ez nem írok meg eltéget, az ne jöjjön, hogy szeretne ötöst, mert így egy hét alatt az már, vagy hát nyilván így néhány nap alatt azért az necces. Szerda estét kért Norbi, hogy szerda estig legyenek meg az előadás jegyek. Ez alatt a pár nap alatt ennyi jegyet azért nem biztos, hogy lehet. Mambió, köszi az energiát. Gabó, a Discordon küld át, vagy Face-en, vagy hát e-mailbe ne. Vagy e-mailbe küldheted csak a Gmail-es címre. Jó? De mondom, ahol szeretnéd, volt olyan, aki direkt kérte, hogy ne legyen nyilvános, nem szeretné sehol megosztani, elküldte nekem privátba Face-en. Nincsen semmi gond vele, pedig egy egész jó videó lett, furcsáltam is, hogy így küldte, de mondom, semmi gond, lehet privátba, ahogy szeretnéd, ahogy neked kényelmes. Mondom, Milka, egy jegyet még szerintem lehet csiszolni. Jó. Nyilván valami feladatot meg kell oldani hozzá, de ugye javítani mindig lehet. Ez nagyon fontos. Hát, Kazard, nagyjából. Tehát nem vagytok még lezárva. Nem vagytok még lezárva, lehet javítani. Gabó, Discord invite link van a UDProc Facebook csoportba, keres rá, hogy Discord, és ott lesz a link. AK, ha nincs előadás jegyed, azt hagyd üresen. Vagy csak húzd ki, az a legjobb. Egy ilyen kis vonalat tegyél oda. Jó. Na hát, úgy néz ki, hogy a program nem működik, ami... hát ciki, de milyen nem működik? Elnézek a forrásra. Közben nézem félszemmel a csetet, csak... ez kellemetlen. Lefordítottam egyébként? Nem szóltok. Itt fut a program, ami lehet, hogy tök jó, csak nincs lefordítva. Amatőr hiba. Na tessék, és rögtön ki is írja itt nekem. Én meg itt ülök, mint egy hülye. Na jó. Oké, és rendben van. Na, közben nézem a kérdéseket. AK,
Mondom, akkor az úgy rendben van, ha vizsgázni szeretnél, mondom, aki szeretne vizsgázni, ha megvan az előadási, ha nem, az szóljon, vizsgázni bármikor lehet. Hát, gyakorlati XP-t szerezni. Nyilván itt a határidők vannak, meg ilyesmi. Szombaton valakinek mondjuk ilyen kell még 10 XP, vagy 15, vagy ilyesmi, mert de ilyen százas nagyságrendben már ne. Már ne. De mondom, hogyha ilyen 10 vagy 15 szombatig kitalálok ilyen kisebb feladatokat, jó? És akkor ott hát valamennyit lehet még, de mondom, ilyen százas nagyságrendben már ezt ne akarjunk gyűjteni. Jó. Hát, Manvio, ne is mondd, ez amatőr hiba. Na de mindegy, a lényeg, hogy látjuk, hogy működik, és 31. Hát... Megpróbáljuk, jó? Megpróbáljuk. Majd gondolok, végig gondolok ilyen feladatokat, jó? Csak mert ti azért itt vagy, akik itt vannak, meg akik tényleg sokat, sokat dolgoznak. Jó. Nem, van jó, hát azért egy szint legyen. Jó. Rendben van, akkor én bárra ennyit gondoltam, megnéztük ezt az extrós feladatot, meg itt a végén kicsit beszélgettünk is, akkor a menetrend a továbbiakban úgy lesz, hogy mondom, most mindenképp írjatok be egy jegyet, laborhoz is, előadáshoz is, még az előadáshoz az lenne legjobb, beírtok egy nullát, hogyha nem akartok, mert akkor azt nem is nézem. Jó? És akkor úgy, már hogyha ha nem akartok. Ha nyilván akartok, akkor azt a jegyet, amit reálisan szeretnétek, nagyon fontos, hogy reálisan. Jó? Tehát ne ilyen irreális izéket írjatok, mert az annak nem fog körülni. Tehát reálisan írjátok be, én délután elkezdem nézegetni, és akkor szombat délután találkozunk. Hogyha addig valakinek van kérdése, mert lehet, hogy valakinek már délután most beírom, hogy mit javaslok, az nyugodtan írjon DC-n, itt-ott-amott elérhető vagyok, bármikor lehet írni. És akkor szombaton délután én fixen itt leszek, hát olyan egy óra körül, és én szerintem várzónozni fogok, nagy valószínűség egyedül leszek, bár ha valaki csatlakozik, akkor az szívesen veszem persze, és akkor ott közben meg tudom, rá tudok nézni a PDF-ekre is, mert Windows-on miért ne tudnék PDF nézni, és ott akkor ezekre válaszolni fogok. Jó? És akkor szombat délután, hát jó lenne, hogyha már megegyeznénk a véglegesbe is, de szerintem szerdáig, mert mondom, Norbi tőlem szerdát kért, szerdáig az előadás jegyekre lehet még pontot gyűjteni, és szerintem ez lesz a laborral is. Tehát szerintem én szerda estig akkor lezárom úgy nagyjából a laborokat is. Hát, aki nagyon nagy elmaradásban van, vagy bepánikol, és hú, most én mindenképp szeretnék. Egy feladatot se oldottam még meg, de na jó, tehát valamennyit még lehet ezen javítgatni, de jövő héten lezárnám már ezeket. A labort is, meg nyilván az előadást is. Jó? És így akkor jövő héten programozó stream biztosan nem lesz. Jó, mert egyrészt a könyvnek is a végére értünk, másrészt meg a jövő, tehát az elkövetkezendő két hét nekem agy halál lesz. Egyrészt a proglezárás miatt, másrészt a egyéb tárgyak, e-sport, külföldi órák, mármint hogy órák a külföldiekkel. Tehát ez nekem húzós lesz. De ugyanúgy, tehát óra időpontjában elérhető vagyok, itt fogok ülni a gép előtt, tudunk beszélni, tudunk egyeztetni. Jó? Úgyhogy nagyjából így néz neki a menetrend, aztán majd a későbbiekben majd fogunk beszélni, hogy akkor a nyári egyetemes dolgok hogy lesznek, csak még majd nekem is egyeztetnem kell a főnökömmel is egy kicsit ennek kapcsán. Jó? Mert nyáron fogunk programozni sokat. Na, még nézem akkor, hogy mi a helyzet. Tehát van ilyen malmos futtatás Norbinál kiírva. Az érdekes. Jó? Necromoon, ahogy mondtam, most fogok írni egy, tehát most én be fogom írni azt a Drive-ba, hogy jelenleg hogy álltok.
Jó, tehát hogy jelenleg én szerintem mi van, és akkor szombaton, vagy akár addig is nyugodtan jöhettek, mondjuk jó lenne a szombaton jönnétek, de hogyha nem tudtok, jöhettek előtte is, hogy már pedig te jobbat szeretnél, vagy te nem értesz ezzel egyet, szombaton lehet alkudozni. Jó? Meg hát lehet még a RFH-s feladatokat is szerintem csinálgatni, ott is vannak, néztem, vannak új kiírások. Jó? Tehát most nem a véglegeset fogom beírni. Jó, oké, és hát remélem így hirtelen most megválaszoltam mindent. Én nem feltétlenül akarnám most tovább szaporítani a szót. Ez a videó is, mint mindegyik, fönt lesz YouTube-on, és már ott elkészül, hát most már teljesen is válik egy ilyen lejátszási lista YouTube-on, ahol végig tudjátok nézni az összes ilyen kis könyvfejezetet. Ha valakinek esetleg még ott nem világos valami, akkor itt van, végig tudja nézni. Ez most már így megvan. Jó. Na. Oké is. Akkor én köszönöm a mai figyelmet. Tényleg megint szuper, hogy ilyen sokan itt voltatok, és tényleg, hogy ilyen sokan követtetek így a Prog 1 során is. Ugye Prog 1 stream már nem lesz most, ebben a fél évben legalábbis biztosan. Úgyhogy még egyszer tényleg köszönöm, hogy így egész fél évben követtetek. Mondom, volt olyan, hogy egyszerre néztetek 125-en, meg ilyesmit, tehát tényleg szuper volt nagyon. Aztán, hogy mi lesz a jövő, majd fogom írni, Discordon is, Twitteren is, majd fogunk erről beszélni, hogy mi várható a jövőbe. Most zárjuk le ezt a fél évet, ami nekem még olyan 2 hét körülbelül, és utána akkor új út erővel belecsapunk a lecsóba, és csinálunk ilyen atomhacker projekteket, ami remélem, hogy tetszeni fog nektek is, de majd erről akkor beszélünk. Jó. Na, szóval tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok. Ne felejtsétek beírni a drive-os könyvelésbe a jegyeteket, és akkor találkozunk majd. Jó? Na, szevasztok!